Az egész szezon egyik legjobb hazai teljesítményét nyújtotta az Albafehérvár a Szolnok ellen, ami azért is örömteli, mert egyrészt ősi rivális volt az ellenfél, másrészt mert a közép szakaszban két vereség után sikerült javítani. Igaz, már az előző meccseken is helytállt az akkor még tartalékos Alba, most pedig kiegészülve a korábban sérült Fakuádéval és Smith-szel, de még Stark nélkül nyert maga biztosan. A meccs elején ugyan még előfordult, hogy a Szolnok vezetett, de a fehérváriak alapvetően jól védekeztek, és főleg kintről jobban is dobtak a tiszapartiaknál. Az előnyt építgetve mindegyik negyedet megnyerte az Alba, külön öröm, hogy közben remek csapatjátékot mutatott. Ezt jelzi, hogy hiába liheget végig a nyakában a friss kupagyőztes Szolnok, a fehérvári játékosok 29 gólpaszt osztottak ki egymásnak, vagyis türelmesen és pontosan támadtak. Ráadásul, ami szintén nem gyakori, 7 játékosuk is 10 pont fölé jutott a meccsen, így aztán nem volt esélye az ellenfélnek egy vagy két kulcsember levédekezésével elérni a célját. A legnagyobb különbség az utolsó negyedben alakult ki, a palánk alatt is eredményesen támadó Alba végül majdnem eljutott 100 pontig és 98-85-ös győzelmével életben tartotta a négybe kerülési reményeit, ezúttal tényleg nem lehetett kivetni valót találni a fehérváriak játékában. Nagyon fontos, hogy a csapat megszerezze az első győzelmet itt a felsőházban, már az előző két mérkőzésen is nagyon közel jártunk hozzá, de ma hál' Isten végig tudtunk koncentrálni. Tényleg örülök, hogy 29 asszisztot adtunk egymásnak, ami egy borzasztó jó szám, úgyhogy ez tényleg ez igazi csapatkos labdára utalt. És szerintem a védekezésünk is nagyjából jól működött, amit elterveztünk, úgyhogy tényleg büszke vagyok a fiúkra, de nekünk most következik majd a legfontosabb, az egyik legfontosabb felsőházi mérkőzésünk a Sopron ellen, úgyhogy most arra koncentrálunk. Külön köszönjük a szurkolóknak, hogy ilyen sokan kijöttek és nagyszerű hangulat volt itt a csarnokba. Ahogy a csapatkapitány is mondta, a négy közé jutásért kulcsmeccs vár szerdán az Albára a közvetlen rivális Sopron otthonában. Ezzel zárul a középszakasz első köre a fehérváriak számára.